Lezajlottak a ballagások Kisteleken. Az erről készült összefoglalókat láthatják. Lezajlottak a ballagások Kisteleken. Először az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Technikum búcsúztatta el a végzősöket. Tóth Gabriella, az intézmény igazgatója köszönt el a ballagóktól. Tisztelt ünneplő közönség, kedves ünnepeltek, ballagó diákok! Feldíszítettük az iskolát, útravalónak szánt mottót írtunk a táblákra, virágot, tarisznyát készítettünk, de az ünnepben ilyenkor mindig egy kis szomorúság is keveredik. A búcsúzás pillanata, amely mindannyiunkban vegyes érzelmeket teremt. Végre megszabadulhattok minden kötöttségtől, a felelésektől, a dolgozatírástól, de ide kötnek az emlékek, a csínytevések, a barátok, a szerelmek. Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot mindenkiben hagy, így bennünk tanárokban is. Nem fogunk, de nem is akarunk benneteket elfelejteni. Az itt eltöltött évek összekötnek bennünket. Annyi minden történt az elmúlt évek alatt. Jó felidézni az első napokat, heteket, amikor ismerkedtetek egymással és az iskolával. Próbára tettétek tanáraitok türelmét, megértését, szigorát. Aztán egyre magabiztosabban kezdtetek mozogni az AFG-ben, kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket és intőket, míg nem mára az iskola főszereplőivé váltatok, és ballagásotok alkalmával mindannyian ünneplővé öltöztünk. A ballagás olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útrahívás és az új iránti kíváncsiság. A magában a vonulásban a véges végtelenség és a majdani megérkezés reménye. A megérkezésig azonban rengeteg nehézségen kell keresztül verekednetek magatokat. Amikor a küzdelmeteket vívjátok, azért érdemes visszaemlékezni, hogy milyen ismereteket kaptatok, és milyen lehetőségekhez juttatott benneteket az iskolátok. Az itt esetben azt szokták mondani, amit az iskolában tanulsz, annak a fele felesleges. Ez kétségbe vonhatatlanul igaz, de ki az, aki meg tudja ma mondani, hogy melyik fele a felesleges a tanultaknak? Mire lesz szükség ebben a gyorsan változó világban, és mire nem? Ha elgondolkodtok, akkor rájöttök, hogy nem csak a tanítási órák ismeretei formáltak titeket. Az iskola ennél távlatosabban készít föl, rejtettebb tudás, összetettebb képesség kialakításának színhelye. Olyan terep, ahol az ember az intellektuális, tantárgyakhoz köthető ismeretek mellett megtanulja, hogyan láthat át komplex helyzeteket, megismeri, hogyan tud hatékonyan alkalmazkodni a környezethez, tanul a tapasztalatokból, alkalmazza és elsajátítja az érvelés különböző változatait, azaz az érzelmi intelligenciáját is gyarapítja a tudományos ismeretek elsajátítása mellett. Az intellektuális és érzelmi, lelki erőfeszítésekben megformálódik és tudatosodik az értékrend, amely tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy majd évek, évtizedek múlva túl az iskola határain biztosan tudjatok választani, és ez kifogyhatatlan lelki tartalék maradjon. Eljött a nap, az egész évben várva vár, amikor is búcsút inthettek a középiskolának. Ma itt már elköszöntetek tanáraitoktól, diáktársaitoktól. A kisteleki óvoda bölcsöde és mini bölcsöde tagovodájánál is megtartották az ünnepségeket. A Hécinvirág óvoda tagovoda vezetője, Fránya Mónika köszöntötte a Mici Mackó és a Szivárvány csoport ballagóit és szüleiket. Hát eljött ez a nap. Egy kicsit talán más, mint a többi. Másképp kell fel reggel a nap, hiszen elérkezett a nagy csoportos gyerekek ballagása. Nagy csoportosaikat ünnepeljük. Ünnepeljük, hogy milyen szép nagyra nőttek, milyen okosak lettek, és hogy iskolát lehetnek. Szeretném megköszönni a kedves szülők bizalmát, hogy 3 vagy 4 évig szerethettük, tanítgathattuk és nevelhettük ezeket az apró, most már nagy gyermekeket. Az évek során nagyon sok mesét hallgattak tőlünk, és ma egy olyan mesét kerestem, rendhagyó módon nem búcsú szöveget, hanem egy mesét hoztam, ami egy láthatatlan fonalról szól, ami az életünk végéig elkísér szülőket, gyerekeket. Egy este nagy vihar kerekedett. A gyerekek már az ágyba feküdtek, de a nagy dörgés, villámlás hallatán ilyetten futottak át anyjukhoz a szomszéd szobába. Anya, anya, félünk! Anya megjutatta őket.
Nincs mitől félnetek, én mindig vigyázok rátok. Nyugodtan menjetek vissza az ágyatokba. De anya, hogy tudnál ránk vigyázni, ha te a másik szobában vagy? Tudjátok, van egy láthatatlan szeretetszonál, ami összeköt bennünket. Amikor ti az óvodában vagytok és eszetekbe jutok, akkor a ti szeretetetek végigfut ezen a fonálon, és az olyan, mintha megrángatnátok ezt a láthatatlan fonalat, és én bárhol vagyok, megérzem, és rátok gondolok. Olyan messzire is elér ez a fonal, és nem szakad-e? Kérdezte a kisfiú. Ha az ország másik végében lennél, odáig is elérne. Ez örökre összeköt bennünket. És ha felnövök és elmegyek az északi sarkra, kérdezte a kislány, még odáig is elérne. És ha a tenger alattjáron utaznék az óceán mélyén, bizony oda is elérne. De képzeljétek csak, ez a fonál nem csak velem köt össze benneteket, hanem mindazokkal, akik szeretnek benneteket. Apával és nagyival is? Kérdezték a gyereket. Meg a barátainkkal is? Igen, velük is. És Bodrival és Cilicicával is? Még ővel is. Anya, ha haragszol ránk, akkor eltűnik ez a fonál? Dehogy is. A szeretet sokkal erősebb a haragnál, és amíg a szeretet a szívünkben van, ez a fonal soha nem szakad el. De most már itt az ideje, hogy ágyba bújjatok. Anya betakarta a gyerekeket, már egyáltalán nem féltek. Hiába csaptottak még mindig a villámok, mert félálomban azokra a láthatatlan fonalakra gondoltak, ami összeköti őket másokkal, a barátaikkal, a szeretteikkel, és még a világ végén is ott van ez a fonal. Most azzal bocsátok benneteket útra, hogy bármikor, ha szükségetek lesz ránk, vagy kíváncsiak vagyok ránk, csak rángassátok meg bátran ezt a szeretett vonalat. Ez összeköt bennünket, és mindig visszavárunk, és örülünk, ha megnéztek bennünket. Majd a Szivárvány óvoda tagóvoda vezetője Huszkáné Tóth Ildikó, aki a gombacsoport óvónője is egyben, köszönt el a gyerekektől. Ez a gombacsoport ballagása, a gombacsoport, és mi ez egy rendhagyó ballagás, nem olyat szoktunk csinálni, mint a többi csoport, amit itt szoktunk elballagni, egy kis kerti parti keretében. Rám figyeljük. Hozzátok szólok most, gyerekek, ti vagytok a mi gombáink. Nagyon-nagyon régen, vagy talán nem is olyan régen, nektek régen, nekünk olyan régen, bejöttetek az óviba, és kis gombaként kezdtétek velünk ezt a szép, csodálatos időszakot. Nekünk egymás után jönnek a gyerekek, de nektek ez a három év, a ti három évetek a legfontosabb volt. Itt az óvodában volt az a sok játék, sok hely, ami mind-mind egy-egy élményt hozott nektek. Minden, ami ide köt benneteket, minden, akik ide kötnek benneteket, szeretettel van körülvére. Tudom, nehéz ilyenkor búcsúzni egymástól, mert ősztől a legtöbben már iskolába mentek, aki nem, az pedig ugye itt marad, ő sem tart már veletek. Nehéz elbúcsúzni egymástól, de ti még ezt nagyon nem is értitek, úgy gondolom. Csak mi felnőttek. Az a közösség, ami összejött, az a szülői közösség, aki támogat bennünket mindenbe, az az egyik legfontosabb szerintem, mert csak akkor lesz igazán jó közösségünk, hogyha jó csoportunk, a szülők teljes bizalommal és szeretettel állnak mellettünk. Mi köszönjük azt a szeretetet, azt a segítséget, ami mindig mellettünk volt, és amit mi is éreztünk, amikor bármiben hozzátok fordultunk. Van egy tábla, amit régen rakott ki az egyik kollégánk, hogy a lehetetlen azonnal tudjuk teljesíteni, de a csodákra várni kell. Ti voltatok azok, akik számunkra lehetetlen bármikor tudtátok teljesíteni, és tényleg a csodára csak egy pár percet kell, vagy egy pár napot kellett várni. Ezek a kisgyerekek onnantól kezdve, hogy hozzánk kerültek, és egy piciként bekerültek, úgy érzem, hogy mostanra nagyon sokat fejlődtek. Nagyon-nagyon önálló, erős, egyéniségű, ügyes,
és tehetséges gyerekek váltak belőlük. A műsor végén pedig egy búcsúzó videóval köszöntek el a gyerekek. A Ballagó Katica csoportot Sejben József igazgató búcsúztatta. Az itt töltött 3 év alatt nagyon sok minden történt. A világot még éppen felfedezni induló, bátortan a lépésekkel induló kis csoportos óvodásokból, mára már a világra nyitott érdeklődéssel forduló, egyéni személyiségi jegyekkel rendelkező iskola élet gyermekekké váltatott. Ehhez kellett az otthon biztonságot adó önbizalom, és az itt dolgozó, lelkiismeretes, gyermekszerető odaadó munkája. Mi igyekeztünk minden energiánkat a boldog gyermekkor védelme érdekében összpontosítani. Azt akartuk, hogy óvodánkban a gyerekek harmonikusan, kiegyensúlyozottan fejlődjenek, mert szeretjük a gyerekek örömét, szeretünk mindent, ami értük és róluk szól. Szeretjük megsokszorozni a mosolyt az arcukon, mert ez ránk felnőttekre is visszaszáll, nekünk is jobb kedvünk lesz tőle. Engedjenek meg egy személyes gondolatot. Én 14 évesen Szegeden egy építővé szakközépiskolába kerültem, hiszen nem tudtam még, hogy mi szeretnék lenni. De az ott eltöltött 4 év után rájöttem, hogy ez a hivatás nem az én hivatásom, ez a műszaki pálya. Aztán érettség után az élet úgy hozta, hogy egy óvodába kerültem 20 évesen, ahol aztán életem legszebb éveit töltöttem. Ez annyi nyomot hagyott bennem, az ott szerzett rengeteg pozitív élmény, hogy a mai napig a gyerekektől kapott szeretet és a szülőktől kapott visszajelzések tartanak a pályán. Hamar rájöttem, hogy megtaláltam a hivatásomat, mert azt teszem, ami a pedagógus pályán a leginkább érdekel, emberekkel, gyerekekkel ismerkedni, egymásra odafigyelni, egymástól tanulni és együtt fejlődni. Mert van-e szebb hivatás, mint új kertbe az első jó magot ültetni? Kodály Zoltán írta ezt, és én mélyen azonosulok ezzel a gondolattal. Nagyon nagy a felelősségünk, hogy milyen magot ültetünk gyermekeink lelkébe, és hogyan ápoljuk azt. Hálásak vagyunk azért, hogy a szülők partnerként fogadtak minket ebben a feladatban. Kívánom a szülőknek, hogy gyermekeik iskolás évei alatt is ugyanazt a biztonságot, szeretetet adó családi légkört tartsák meg otthon, mint ami az óvodás évek alatt is jellemző volt, ami a sikeres tanulmányok érdekében nagyon fontos lesz a továbbiakban is. Kívánok ehhez sok erőt, kitartást és türelmet. Kedves Ballagó Katica nagycsoportosok! Kívánom, hogy az iskolában is megálljátok a helyeteket, találjatok új barátokat, fogadjátok el a tanítótok kérését, tanácsait és segítségét. Köszönöm, hogy reggelente a belőletek áradó bőséges szeretetből én is kaphattam egy ölelést, egy mosolyt, vagy egy érdekes frissen átélt élményeteket gyorsan megosztottátok velem. Végül a Kistelki Általános Iskola és Kollégium ballagása következett, ahol Papné Guba Éva, az intézmény vezetője, búcsúzott el az osztályoktól. Egy pillanatra megállunk a búcsúszó előtt. Ünnepelni gyűltünk össze, hogy ezzel tiszteljünk meg benneteket, közös utunkat. Mi, szülők és nevelők, mellétek szegültünk ezen az úton, hogy átadjuk nektek tapasztalatainkat, tudásunkat. Feldíszítettük az iskolát, útravalónak szánt mottót írtunk a táblákra, virágot, könyvet, tarisznyát készítettünk, de mégsem ragyog minden úgy, ahogy ünnepen illenék. Ebbe az ünnepbe ugyanis ilyenkor mindig egy kis szomorúság is keveredik. A búcsúzás pillanata mindannyiunkban vegyes érzelmeket teremt. Végre megszabadulhattok minden kötöttségtől, felelősségtől, dolgozatírástól, de ide kötnek az emlékek, a csínytevések és a barátok. Az itt eltöltött évek alatt az itt eltöltött évek összekötöttek benneteket. Annyi minden történt az elmúlt évek alatt. Jó felidézni az első napokat, heteket, amikor ismerkedtetek egymással, az iskolával, próbára tettétek tanáraitok türelmét, megértését. Aztán egyre magabiztosabban kezdtetek mozogni az épületben, kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket, az intőket, míg nem mára az iskola főszereplőivé váltatok,
és ballagásotok alkalmával mindannyian ünneplőbe öltöztünk. Kedves kollégák! Nehéz, de örömteli feladat volt az itt lévő diákjainkat idáig eljuttatni. Köszönöm a tartalmas, türelmes, következetes munkát. Köszönöm mindazt a törődést, szeretetet, aggódást, amit az elmúlt évek alatt kaptak tőletek diákjaink. A tananyag átadása, az elme csiszolása az iskola egyik feladata. A másik, és a mai világban talán még az előzőnél is fontosabb, a személyiség formálása. Hiszem, hogy az együtt töltött évek nyomai ezen a területen is fellelhetők majd. Fotóversenyt hirdetnek Kisteleken. Az erről szóló tájékoztatást hallhatják. Vadvirágos fotóverseny Kisteleken. Ismered a vadvirágokat a környezetükben? Készíts fotót vadvirággal Kistelek területén, bel- és külterület, és nevezd a versenyre. Játékszabályzat a verseny feltételei. Csak mezei és vadvirág lehet a képen, nem bolti, kerti virág. Természetes, eredeti állapotban készüljön a kép. Legalább 2 fotó küldendő be, különböző szögből az egyiken te is szerepelj. Jelöld meg a fotóhoz vetőleges helyét, és írd meg a növény nevét, a nevedet, címedet és korodat. A fotókat csak e-mailben fogadjuk el a fotópályázat@kistelek.hu címre. A verseny beadási határideje 2023. augusztus 6-a, vasárnap éjfél. A nevezési határidő után zsűri választja ki a legjobbnak ítélt 3 fotót. A játékosok a fotó benyújtásával tudomásul veszik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevüket és fotójukat a Facebookon a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozzuk. A versenyben való részvétel önkéntes. Aki a legtöbb vadvirágról küld fotót, külön díjat kap. Első, második, harmadik hely kerül díjazásra ünnepélyes díjátadó keretében. A legjobb 20 fotót kiállítás keretében is bemutatjuk. A fotókat Facebook felületen is közé fogjuk tenni. Regionális lovas díjugrató és ügyességi versenyt rendeztek Kisteleken. Ferenci Rihárdot, a Leon Cavallo Lovasklub elnökét kérdeztük a versenyről. Kistelekváros önkormányzata és a Leon Cavallo Lovasklub szervezésében került sor június 11-én az első Kistereken megrendezett regionális lovas díjugrató és ügyességi versenyre. Ferenci Rihárdot, a Leon Cavallo Lovasklub elnökét kérdeztük a versenyről. Mit is tudhatunk erről a versenyről? Kicsit beszéljünk erről, miért is pont Kisteleken rendezik ezt meg? Hát nagy öröm, hogy most Kisteleken is rendezhetünk egy ilyen lovas versenyt. Ez egy kombinált nap. Ez azt jelenti, hogy van egy díjugrató versenyszám, itt a mögöttünk lévő versenypályán zajlanak a díjugrató versenyszámok, és ezzel párhuzamosan ügyességi és díjlovas verseny is van a másik két pályán. Összesen 170-180 start van a napon, úgyhogy nagyon kemény napi rendet kell tartanunk, hogy mindenki sikeresen tudjon ma részt venni a versenyeken. És ebben nagy segítségünkre van a Kistelek önkormányzata és Nagy Sándor polgármester úr, mert nagyon-nagyon példás együttműködés és odaadást a város részéről. Úgyhogy azt érezzük, hogy nagyon szeretné a város, hogy itt folyamatosan legyenek majd lovas versenyek. Mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni azért, hogy a lovasok is, meg a közönség is jól érezze magát, és majd szeressenek ide visszajárni a lovasok erre a helyszínre, mert nagyon szép a környezet. Tényleg alkalmas arra, hogy egy jó, szép napot el tudjanak itt tölteni a versenyzők és szülők, hozzátartozók és mindenki, aki kilátogat. Így az ország több pontjáról érkeztek erre a versenyre, vagy erről mit tudhatunk? Hát nagyon sokan, a 60-70% az a megye különböző városaiból érkezik, de vannak Bács megyéből, Békés megyéből is, tehát régió megyéiből érkeztek lovasok a versenyre. Milyen korosztály? Látom egyébként kicsiket is, nagyobbakat is. Milyen korosztály van ebben a versenyen? Az 5 évestől a 75 évesig mindenki. Tehát a lovas versenynek az a szépsége, hogy tényleg nem és kor független. A legkisebbek a ügyességi versenyszámban, itt ugró versenyben is volt itt az előbb mondjuk egy kis lovasunk, aki éppen csak 7 éves. Az ügyességében ott van 5 éves kis gyermek, kislány is, és a teteje pedig a 70 éves is van olyan versenyző a szenior korosztályban, aki még lovagol és részt vesz, úgyhogy teljes a skála. Régebben sokszor beszéltünk így, hogy elég sok tábort is szervez a Leon Cavallo. Milyen táborok várhatóak a nyáron? Hát onnantól kezdve, hogy véget ér az iskola szezon, egészen augusztus végéig folyamatosan szervezzük a táborokat. Hétfőtől péntekig tartanak ezek a táborok. Van bentakásos és napközis verzió.
és hát a pénteki napot mindig egy nagy táborzáró eseménnyel zárjuk, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit a közelből is, meg távolból is, úgyhogy a táborainkba tényleg érkeznek az ország másik részéből is, Budapest környékéről is, de nagyon sokan innen kisteleki óvodásaink is sokan vannak, meg a városból is sokan járnak hozzánk, úgyhogy nagyon jó kapcsolat tényleg kistelekkel.